A legutóbbi lenti előadásodat baráti körünkben hónapokig elemezgettük és beszélgettünk rajta. Ma milyen aspektusból közelíted meg Mátyás Téskorát? Hát ma kétféle szempont fog dominálni. Az egyik az, hogy a mostani kor az nagyon hasonló a Mátyás korához, mert ugye ma van ugyan szent koronánk, de nincsen visszahelyezve a jogaiba. Tehát nem a történeti alkotmány szerint élünk. Mi 60 éve élünk másképpen, mint ahogy eleink, mert több mint 1000 évig ugye történeti alkotmány szerint éltünk, aminek a szíve volt a szent korona. A lelke és a szellemisége, az pedig a Szent Korona eszme. És nagyon érdekes dolog, hogy Mátyás idejében, amikor ő a színre lép valójában, még meg sem születik, akkor is hasonló helyzet alakul ki, mert akkor a Szent Koronát rabolják el a magyarságtól, ugye, és elzálogosítják harmadik Frigyesnek 1440. augusztus 24-én, és ezáltal a Kárpát-medencei közösség ellenőrzése alól kikerül a Szent Korona, és az ország ugyanazt a képét mutatja föl, mint amit most tapasztalhatunk. Egyrészt ugye a Szent Korona köré szerveződött egy misztikus test, ami az ország területéből áll, és az ország lakosokból áll. Most ez darabjaira húrott. Akkor is Kis Magyarország képe mutatkozott már meg 1440-ben is. Mátyás tulajdonképpen ezt állítja vissza a régi, a Szent Korona országát, mert ugye a Frigyes gyámja lesz a születendő gyermeknek, akinek elrabolták a Szent Koronát, 5. Lászlónak, és ezzel az ürügyelő bejön és elfoglalja Magyarország a északnyugati területeit egészen Győrig. A déli részeken ott Brankovics szerb despota, Cillei, akinek az anyja stájár volt, és Garai együttműködés próbálja elszakadni a délnyugati részeket. A felvidéki részen pedig ugye ugyanígy a gyámolt érdekében behívja az édesanyja Erzsébet a cseh Zsiskát, aki tulajdonképpen a mai határvonalakig elfoglalja az ország területét, a bányavárosokat a kezébe tartja, az aranyat a gyámolt érdekében vereti, és tulajdonképpen Csehszlovákia, amikor létrejön, erre a történelmi pillanatra hivatkozva jelenti be a felvidékre az igényét. Most keleten Vlad Vlachvajda próbálja elszakítani az ország területét, délen pedig ugye Nándorfehérvárnál, délkeleten ott áll a török. Tehát ez Kis Magyarország képe földrajzilag. Ugye ezt érdemes megjegyeznem, hogy ahogy a korona szó az a középkori latin határ értelemmel is bír. Na most a közösségnek a megosztottságát pedig nagyon jól érzékelteti Túróczi, aki 1488-ban befejezett krónikájában arról beszél, hogy azt mondja, hogy ettől a pillanattól kezdve a magyarok nem hagytak nyugovást a fegyvereiknek, senki sem pihentette hüvelyében kardját, hanem egymás ellen fordultak. Azt a szót használja, hogy meghasonlott az ország. Majd ugyanígy Révai Péter 1613-ban, amikor erről az időszakról beszél, akkor azt mondja, hogy ez az a pillanat, amikor új természetellenes gyűlölség jelent meg a magyarság szívében egymás iránt, tehát széthúzást támad, és ő is a meghasonlott az ország szót használja. És azt érdemes tudni, hogy ettől a pont évtől kezdve, 1440-től 23 évig van távol a korona, 1463. július 19-én szerzi vissza Mátyás, és ebből az időszakból származik Vitéz Jánosnak az a levele, ami szinte a mai viszonyokat jellemzi, mert a következőket írja, 1445. április 24-én Szent György napján kelt a levele. Azt mondja, hogy és ebben a felfordult világban még a szavak értelmét is kiforgatják, és eljön az idő, hogy még a bűnt is erénynek mondják, csak siker és szerencse kísérje az útján. És már senki nem parancsol ösztönének, annál inkább visszaélnek vele, senki nem él az erény által, és a gazdság gyümölcse az, hogy semmit sem tartunk gazságnak. Hát ez a mai rend, úgyhogy nagyon szépen tapintható ebbe a történelmi korba, ebből a történelmi korból, hogy historia est magistra vitae, azaz a történelem az élet tanítómestere, vissza kellene térnünk a történeti alkotmányhoz, és nagyon sok minden megoldódna Magyarországon. Az elmúlt beszélgetésünkre már utaltam, akkor azt mondhatod, hogy apostoli idők vannak jelenleg, és azt is elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen mikor lehet akkor itt rend a történelmünkben. Utalnék egy akadémista által szerkesztett kiadványra, ahol például honfoglalásunk úgy jelenik meg egy széjegyzetben, hogy vannak más típusú kutatások is, és meg van határozva egy-két forrás. Hát akkor miről tudunk itt beszélni? Hát a helyzet az, hogy sajnos itt nem történt ilyen téren változás, bár most már azt lehet tapasztalni, hogy a finnugor elméletet azt már az akadémia sem vallja, csak még azt nem tudja, hogy mit vall ehelyett. De egy biztos, hogy változás csak két alapon történhet meg Magyarországon. Az egyik az, hogyha valaki ide születik, az oldhatatlan, végtelen és elmúlhatatlan szerelemmel szeresse ezt a közösséget, ahova született.
És ezáltal szeretni fogja a felmenőjét, a történelmét is, mert igaz múltból lehet az embernek igaz jelene és igaz jövője. A másik alaptétel pedig szeresse azt a vallást, amibe született, mert a hit az azonos az igazsággal. A hitben van ilyen, hogy jó, meg rossz. Akinek van hite, annak van igazsága és van országa. Akinek nincs hite, nem lesz igazsága és országa sem lesz. Egyébként ez a példa, amit említettél, ez tulajdonképpen a mostani időszakra is visszavetíthető. Hát ugye ma Magyarország, ugye a kulturális miniszter, az reneszánsz évet hirdetett, ugye Mátyás 550. trónra lépése alkalmából, illetve hogy 550 éve lépett trónra, illetve választották meg, holott nem reneszánsz évet kéne ünnepelni, hanem Mátyás kellene ünnepelni. De a reneszánsz, ami bejött, ugye hát Beatrixról csak annyit érdemes elmondani, mert ugye ez azt jelenti, hogy kívülről érkezik a kultúra Magyarországra. Hát ez a kultúra úgy néz ki, hogy Beatrix például 23 éves volt, az akkori viszonyok között az már nem számított fiatalnak, amikor Mátyás elvette, és suttogták róla, hogy több szeretője volt, sőt az egyik szeretőjét a hálószobájának a mennyezeti gerendájára felakasztva találták meg. Az ő apja pedig, Ferdinánd, az olyan különös kegyetlen ember volt, hogy nem elégedett meg azzal, hogy az ellenségeit megölette, hanem élvezte a szenvedésüket, majd mikor végre megölette őket, megnyúzatta, kitömette, és egy vitrínbe elhelyezte őket. Ebből volt gyűjteménye. Olyan is előfordult, egyébként erről még Dümmer Dezső is ír a Két Hunyadi című művében, olyan is előfordult, hogy lakomára hívja meg az ellenségét, megmutatja ezt a bizonyos vitrint, leülnek, elkezdenek falatozni, behozzák a legfinomabb falatokat, és innét viteti el az ellenségét, öleti meg, nyúzatja meg, és tömeti ki, és rakja be a vitrinbe. Hát ennyit arról a nyugati kultúráról, ami ide áramlott be Magyarországra. Úgyhogy Mátyás évet kellene ünnepelni. Ugyanúgy, ahogyan nyilvánvalóan nem a hát finnugor alapokon, és nem a beszédelgő magyaroknak a honfoglalásáról kellene itt bármilyen akadémista szinten beszélni, amikor tudjuk, hogy történelmi tény szerint nem így történt. Egymás iránt, tehát széthúzást támad, és ő is a meghasonlott az ország szót használja, és azt érdemes tudni, hogy ettől a pont, évtől kezdve, 1440-től 23 évig van távol a korona, 1463. július 19-én szerzi vissza Mátyás, és ebből az időszakból származik Vitéz Jánosnak az a levele, ami szinte a mai viszonyokat jellemzi, mert a következőket írja, 1445. április 24-én Szent György napján kelt a levele. Azt mondja, hogy és ebben a felfordult világban még a szavak értelmét is kiforgatják, és eljön az idő, hogy még a bűnt is erénynek mondják, csak siker és szerencse kísérje az útján. És már senki nem parancsol ösztönének, annál inkább visszaélnek vele, senki nem él az erény által, és a gazdság gyümölcse az, hogy semmit sem tartunk gazságnak. Hát ez a mai rend, úgyhogy nagyon szépen tapintható ebbe a történelmi korba, ebből a történelmi korból, hogy historia est magistra vitae, azaz a történelem az élet tanítómestere, vissza kellene térnünk a történeti alkotmányhoz, és nagyon sok minden megoldódna Magyarországon. Az elmúlt beszélgetésünkre már utaltam, akkor azt mondhat, hogy apostoli idők vannak jelenleg, és azt is elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen mikor lehet akkor itt rend a történelmünkben. Utalnék egy akadémista által szerkesztett kiadványra, ahol például honfoglalásunk úgy jelenik meg egy széjegyzetben, hogy vannak más típusú kutatások is, és meg van határozva egy-két forrás. Behívja az édesanyja Erzsébet a Cseh Zsiskát, aki tulajdonképpen a mai határvonalakig elfoglalja az ország területét, a bányavárosokat a kezébe tartja, az aranyat a gyámolt érdekében vereti, és tulajdonképpen Csehszlovákia, amikor létrejön egy erre a történelmi pillanatra hivatkozva, jelenti be a felvidékre az igényét. Most keleten Vlach Vajda próbálja elszakítani az ország területét, délen pedig ugye Nándorfehérvárnál, délkeleten ott áll a török. Tehát ez kis Magyarország képe földrajzilag. Ugye ezt érdemes megjegyeznem, hogy ahogy a korona szó az a középkori latinságban határ értelemmel is bír. Most a közösségnek a megosztottságát pedig nagyon jól érzékelteti Túróczi, aki 1488-ban befejezett krónikájában arról beszél, hogy azt mondja, hogy ettől a pillanattól kezdve a magyarok nem hagytak nyugovást a fegyvereiknek, senki sem pihentette hüvelyében kardját, hanem egymás ellen fordultak. Azt a szót használja, hogy meghasonlott az ország. Majd ugyanígy Révai Péter 1613-ban, amikor erről az időszakról beszél,
akkor azt mondja, hogy ez az a pillanat, amikor új természetellenes gyűlölség jelent meg a magyarság szívében egymás iránt, tehát széthúzást támad, és ő is a meghasonlott az ország szót használja. És azt érdemes tudni, hogy ettől a pont, évtől kezdve, 1440-től 23 évig van távol a korona, 1463. július 19-én szerzi vissza Mátyás, és ebből az időszakból származik